Hogyan főzzünk egyszerűen, gazdaságosan? Ezt a címet kapta a város hetében megrendezett gasztronap, amelyen zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a Tinódi ház előtere. A program első vendége az ismert média személyiség és étterem tulajdonos Gianni Annoni volt, aki első ízben arról mesélt a közönségnek, hogy 25 évvel ezelőtt jött Magyarországra egyetemistaként. Tanulmányai elvégzése után itt telepedett le, és rengeteg munkája van abban, hogy ma már a legjobb olasz ételeket kínáló 70 étterem egyikének büszke tulajdonosa. Gianni szerint a gazdaságos főzés titka a kevés alapanyag felhasználásban és a szezonalitásban rejlik. Az egyszerűség mindig a nagyszerűség. Én úgy gondolom, hogy amikor valaki túlságosan bonyolítja és fűszerezi a saját ételeit, valamilyen ételnek a rovására megy, valamit eltakarunk, valamit eldudosunk, valamit nem fogunk érezni. Szóval próbálni megtanulni az egyensúlyt a kevés alapanyagból. A mediterrán konyha ez. 4-5-6 alapanyagból készen van egy étel, semmi nem kell, csak a frissessége, és nem kell nagyon gondolkozni, vagy túl gondolni. A beszélgetés után Gianni ismert olasz termékeket mutatott be a közönségnek, és gasztronómiai tévhiteket oszlatott el a mediterrán konyhával kapcsolatban. Meg akarunk kóstoltatni az ízeket, felismerni egy ízvilágot, felismerni, hogy készül, tudni, hogy miből jön, miért van ennyi, miért ilyen finom, miért különleges a mi gasztronómiánkban, mennyire a tévhit az, hogy minden tésztára parmezán megy. Szóval innétől kezdve ezekről fogunk mesélni és kóstolni. Kiderül többek között, hogy a stracciatella egy híres dél-olaszországi sajt. Nem minden olasz ételben van paradicsom, és az egyszerűnek tűnő olasz konyha fogásait valójában nem is olyan könnyű elsajátítani. Nagyon nagy különbség van a parmezán, parmigiano reggiano és a grana padano között. Az két különböző területről jönnek Olaszországba, és két különböző szabályozás szerint készítjük. Ami a király, a sajt királya, de a francek is elmondják, akivel mindig is folyamatosan verekedésben vagyunk, azt mondják, hogy a parmigiano reggiano. A folytatásban a ma holnap 91 éves bükki füves ember Szabó Gyuri bácsi jelentkezett be Skype-on. A természetgyógyász a napjainkban uralkodó népbetegségekről beszélt, valamint a gyógynövények egészségmegőrző és javító hatásáról. Hangsúlyozta, szinte minden betegségre van a természetben gyógyír. Közben a közönség már tűkönülve várta a nők szívtiprójaként emlegetett Nagy Ervint. A Jászai Mari díjas színész őszintén vallott a gasztronómiához fűződő, ma már igen szoros kapcsolatáról. A fakanalat kislánya születése után ragadta meg, majd baráti összejöveteleken, kerti partikon is a konyha főszereplőjévé vált. Innentől kezdve pedig nem volt megállás. Színházban is elkezdtem néha főzni. De nagyon rossz volt a színházi koszt, nagyon rosszul főztek, akkor fogtam magam és beugrottam. Igazgatónak összecsaptam valamit, vagy kinéztem valami receptet, megcsináltam a süteményt mondjuk így a nap végére, és úgy elterjedt ez rólam. Láthattuk a Konyha főnök című műsorban, amely bevallása szerint élete eddigi legnagyobb kihívása volt, és a nagyvilágban is igyekszik nyitott szemmel járni. Olaszországban is rengeteget voltam, Spanyolországban, Franciaországban, és szép lassan, ahogy volt pénzem, és ahogy nyílt ki a szemem a világra, egyre inkább egy ilyen gurma típusú ember lettem. Most pedig már, de az nem az van, hogy egy jó vajos kenyérnek egy paradicsom nem tudok örülni, mert ugyanúgy tudok örülni, ha helyes vagyok. És a gyomrom bizonyos szempontból azt hiszem bármikor nyitott a tradicionális kajára, de bármit megeszek. Láma belett Bogotába, tehát egy kicsit olyan világevő ember lettem én is. Gasztronómiai tudásából ízelítőt is hozott a közönségnek. Pácolt lazacot, hozzá medvehagymás mascarponét kínált. A gasztronap a Kreatív Dombovár programsorozat része volt, és a város által elnyert EFOP pályázati forrásból valósították meg.